A Kertbarát Klub két hetente szervez összejöveteleket, ismeretterjesztő előadásaik külsős érdeklődők előtt is nyitottak. Az éves tematikát közösen határozzák meg a kertbarátok. Minden évad elején beszélgetünk a klubtagsággal, hogy milyen téma nem volt még, vagy mi az aktuális, a legproblémásabb dolog a kis kert, vagy a gyümölcsös, vagy a zöldséges ápolásánál. És akkor ezeket a témákat próbáljuk megszervezni, erre előadókat hívni. Imrei Ferenc növényvédelmi mérnök szerint az előadás témája nagyon is aktuális volt, hiszen a kertvárosi területeken, illetve a város parkjaiban szemmel látható az örökzöldek kártevőinek nyoma. A probléma az utóbbi évtizedben hatalmasodott el, a fenyőkön, tujákon az elszáradás nyomai jelentkeznek, sokszor a teljes növény megy tönkre. Az őshonos növényeknél ismerjük, hogy milyen kártevők, milyen betegségek vannak. Ezek az őshonos növények tűrőképesek az itthoni klimatikus viszonyokra és kártevőkre. A nagyobb gond azokkal van, amik divatba jöttek, nem erre a klímára, nem erre a hőmérséklet csapadék viszonyokra adaptálódtak, és ezekkel van az igazi gond. Itt teljesen új kártevők, új betegségek jelennek meg. A szakember hangsúlyozta, legoptimálisabb az, ha mindenki a talajviszonyokhoz választ növényt, amelyet aztán kellőképpen öntöz és gondoz.